Általános iskolás gyermekekkel telt meg a Veselényi Miklós Technikum és Kollégium sportcsarnoka. Lehetőség nyílik számukra többek között gyeplabdázásra, röplabdázásra, kosárlabdázásra és labdarúgásra is. A Magyar Diáksport Szövetség által országszerte 60 helyszínen összesen közel 2000 diák vesz részt az 5 napos diákolimpia táborokban, ahol a sportolási és az élményeké a főszerep. A lényeg, hogy minél többfajta mozgásformát próbáljanak ide. Igazából a legfontosabb az az, hogy végre együtt lehetnek a gyerekek. Tehát az, hogy nem tudtak, tehát az a vákuum, ami keletkezett itt, az abból kifolyólag, hogy nem tudtak együtt lenni, nem tudtak közösségben lenni a fiatalok. Most tényleg a legfontosabb nekünk, hogy együtt legyenek, öleljék meg egymást, beszélgessenek egymással, érezzék meg egymást újra, hogy milyen együtt lenni. És a legjobb az az, hogy főleg, hogyha egy ilyen táborban vannak, akkor milyen jó, hogy ez közben mozgással teli, tehát mozgásos élményekkel gazdagítva tudják ezt megtenni. Ez volt a célunk itt. Mi most nem akarunk sem versenyeztetni, sem behozatni semmit a gyerekekkel, hanem egész egyszerűen élményt adni nekik. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár úgy fogalmazott: nagyon fontos, hogy a tanulók számára minél jobb feltételeket teremtsenek a mindennapos sportoláshoz. A korábbi olimpiai ezüstérmes úszó kiemelte, a járványhelyzet is rávilágított a mozgásgazdag életmód jelentőségére. Hogyha ilyen lehetőséget tudunk több ezer gyermeknek biztosítani, hogy jöjjenek és szabad idejükben, vagy akár a nyári szünetben sportoljanak, ahova hangsúlyozza a művészeti, kulturális programokat is be tudtunk építeni, az már egy fél siker, hiszen a szülők nagyon örülnek, hogy jó körülmények között vannak, tényleg biztonságban, és az egészséges életmódot is magukba tudják hozni, tartani, vinni. Úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy igen, ezt hangsúlyozzuk, hogy minden gyermeknek meg szeretnénk adni a lehetőséget. A sporttáborokat az egyes megyék diák sport szervezetei rendezik meg. Miután a tavalyi évben nem volt lehetőség ilyen programok létrehozására, a szervezők is kettőzött lelkesedéssel és újdonságokkal vágtak neki az idei eseményeknek. A cél az, hogy a programok által tovább növekedjen a diákolimpiákon szereplő gyermekek 300 ezres létszáma. Nagyon örülünk annak, hogy Nyíregyházán 2 tábort tudunk megrendezni, és emellett pedig Berekdarócon még egyet, hogy a megyébe más települések felé is nyissunk, és nagyon bízunk abban, hogy tényleg a gyerekek hasznosan és olyan aktívan fogják eltölteni majd ezt a pár napot, hogy utána, hogyha visszagondolnak arra, akkor valóban, hogyha elkezdődik majd a diákolimpiai tanév szeptembertől, akkor lehet, hogy majd kicsit jobban kedvet kapnak majd azokhoz a sportágakhoz, és a versenyrendszerbe is találkozhatunk majd velük újra. A diákolimpia táborokon túl a nyár további részében az Erzsébet táborokban is szerveznek sportprogramokat. Emellett a gyermekek számára létrehozott strandfesztiválokkal is a sportolás megkedveltetését tűzte ki célul a Magyar Diáksport Szövetség.